kifehéredett a glettel és a falon, ott ahol kis javítások vannak, ott egyértelműen látszik. Tényleg hófehér felület lesz a glettelés után, itt ezen a falon főleg látszik. Meg itt a harmadik fal felület is megvan az ablak körül. És most jön a legizgalmasabb rész, a legnagyobb egybefüggő fal, ahol egyúttal tapétát is kell leszedni, tehát nem tudjuk, hogy jön le a tapéta, még az se, hogy mi van a tapéta mögött. Az vár ránk, van egy poszter tapéta, ami mögött szintén nem tudjuk, milyen falfelület lesz, és ott körben még azok is falfelület, és megérkezünk a legvégéhez, ahol a kályha van. Leszedtük a tapétát, így néz ki a fal. Szerencsére egész jó glettel is van mögötte, csak egy-két helyen van egy pici javítás. Glettelni való, és utána már ez a fal is kész lesz a festésre. Megkapírgáltam a falról a maradék tapétát, ilyen kis darabkákat. Ott fönn már, ameddig vizes a fal, addig elértem, addig csináltam, ott már nem érem föl, úgyhogy azt már neki kell megcsinálni, csak nem ér rá. Márcsa, megmutatom. Kicsit felborult a rend, és most úgy nézünk ki, át van rendezve itt minden. És most így nézünk ki. Így mi. Ilyen folyosón keresztül kell közlekedni. Este 10 óra, a harmadik műszak elkezdődött. Mögöttem a mester, én meg a tanítvány. Folytatjuk a glettelést. Mondtad, hogy végül bekapcsolod. Igen? Hát meg kell rögtíteni ezeket a szép mozdulatokat, ahogy itt glettelünk. Miként alakul át a fal festető állapotba, és szűnnek meg a kisebb repedések, gödrök, ahhoz nem kell más, mint falglettelés. És a mai nap a mester volt, aki bekevert az anyagot, én mint tanítvány, nem kellett nekem. Mondta is, hogy nem jó. Nem kellett nekem azzal bajlódni, én már készen kaptam a terméket, nekem már csak dolgozni kell vele. Nem igaz, hogy nem jó. Jó az. Tökéletesen dolgozunk vele. Ahogy elkezd besűrűsödni, úgy lehet majd használni nagyobb felületre, mert egy picit talán hígabb lett, de ez nem jó. Ez aztán még tökéletes. És szerencsére ez az utolsó nagy egybefüggő falfelület, mert ezek után már csak a konyha részen a kisebb falak vannak, amivel ma szerintem végzünk is. És akkor azt mondhatjuk, hogy kész van a fal glettelés. Nem így van? Ja. Ma befejezzük a glettelést, és hogyha holnap nem is, mert esetleg nem szárad meg a fal, bár meg fog száradni, akkor holnap már lehet, hogy a festéssel foglalkozunk. Bár holnap le kell menjünk. Nem? Holnap le kell menjünk a faluba. Közben kint megérkezett az első maradandó havazás, ami annyit jelent, hogy már volt mit elsöpörni a járdáról. Egy olyan 2 centi kb. Maximum, ami eddig leesett. Szóval itt van, a november végén megérkezett a hó is. Itt nem menjél már át, mert felszed ez a kon. Jó, jó. Ja, ott, ahol a vastagabban jött, arra gondolsz, ugye?
Hát itt, ahol ilyen. Jó, jó. Is. Jó, jó. Ahol voltak ilyen nagyobb hibák a falon. Oké. Okay. Amúgy nem ördöngösség ez a glettelés. Szerintem, ha már megvan a mozdulat a kezedben, meg a megfelelő anyag, ami kell hozzá, szó szerint simán megy, sima ügy. Nem így van, mester? Ja. Szóljon hozzá. Adja hozzá a hangot is, ne csak a képanyagot. Háttal vagyok, mit beszéljek így? Érdemes amúgy ráközelíteni, hogy hogyan kell vágja. Ott van látható. Igen. Mesteri mozdulatokkal a legnehezebb részeken, a sarokba, ahol csak egyik oldalról lehet megközelíteni a falat. Ezért van ő és csinálja azt a részt ott. Paklival ráhelyezzük a glettvasra az anyagot, felmérjük a terepet, ez jelen esetben a falat jelenti, megnézzük, hogy hol nem folytattuk még a glettelést, és azt folytattuk, hol nincs még beglettelve, és jelenleg ez ott, ahol most csinálja, ez ott van.